Na hát, ilyen az, amikor az erkélyes kabinból a saját szobád ablakából erkélyről látod azt, hogy megérkezünk. Lanzarote. Kanári-szigetek. Hát kikötő. Ide szoktam néha kiülni. Na hát, megjöttem. Kanári-szigetek, azon belül is Lanzarote, és itt vagyok egy ilyen szép épületnél. Na persze, nem az épület a lényeg, hanem az, hogy hol van. Ugyanis ezt felrakták egy ilyen kis dombocska tetejére. Ez a Mirador del Mar, vagy valami ilyesmi a neve. És egy gyönyörű szép kilátás van a városra. És egyébként nem tudom, mennyire látszik a videón, de itt konkrétan egy nagy semmi van alattunk, több száz méter mély. Hát talán onnan jól látszik. Egy óriás szakadék szélén ülünk. Ugye itt minden vulkáni, egy darab növényt nem lát sehol. Kicsit kihalt a táj. Az elsőre szokatlan, mondjuk szép is, mert ilyet ritkán látni. Egyébként ide úgy jöttem, hogy a kikötőben volt egy autókölcsönző, ahol beszaladtam, mondtam, hogy kérek egy autót, 100 eurót akarták nekem lepasszolni, azt mondtam, hogy nem köszi, és lehet motort bérelni, mert egy kis robó volt 40 euróért, akkor azt kértem, de sajnos az meg elfogyott, és mivel éppen ott vett ki egy fiatal párocska egy autót, oda mentem hozzájuk, svájciak, és megbeszéltük, hogy ideig elhoznak, aztán innen majd megyek magamtól. Megjöttem a barlangba. Marha jó egyébként. Nem tudom, mennyire látszanak a mélységek, meg a színek. Itt sétálunk a barlangon belül. Egy kilométeres túra, majdnem egy óra. Jól be van világítva, nagyon zsír. Onnan jöttem, Teguise városából, és hát gondoltam, hogy följövök megnézni ezt a kilátót, megnézem ezt a városkát fölülről, mert hogy ebbe a házba meg szerintem valami behíres színésznek volt a háza, és valami múzeumot rendeztek be. Mindjárt nézem, ott a távolban, ott van valahol a hajó. Azt mondja, hogy ott. Hát innen kicsi, életben nagy. És gondoltam, hogy átvágok ezen a jó kis hegyen, de hát jó nagy a szél. Ott vannak a szélerőművek, dolgoznak rendesen. Úgyhogy így néz ki, hát az egész egy vulkáni, szóval hogy sehol növényzet, itt mondjuk van szemét, mert ez egy ilyen kilátó. Szóval a növényzet nem jellemző, még itt a városban egy-egy ilyen fát lehet látni. De mint látjátok, a hegyek meg egyébként teljesen kihalt a táj. De egyébként nem rossz. Hát ez az a ház, és onnan jöttem, öt fölött álltam. Ez a Omar Sharifnak a háza, és arra fogok lemenni. Szép hely. Mutatom, milyen a kecó. Simán beépítette a vulkán hegybe, mármint, hogy itt ezek nem díszek, hanem az a hegynek a része. Mindjárt innen jobban látszik, ez egy lájtos kis kiülős erkélyecske. Medancié. Onnan jöttem az előbb, valahol onnan fotóztam az előbb, onnan fönn a kerítés tetejéről. És akkor ilyen, ott bent a sziklába, ott is lesz majd egy kis kilátórész.
korrekt kis házikó. Á, szerintem marketing egyébként, mert most olvastam, ez az Omar Sharifé egy nap volt, vagy Sharif, mindegy, és eljátszotta valami kártyajátékon, aztán nem is az ővé lett, úgyhogy szerintem csináltak itt egy szép házat, oké, okay. Na gyerekek, kéne neki valami marketing, toljuk meg valamivel. És akkoriban, 50 éve ez volt a menő színész, és jó kitalálták ezt a sztorit, megbeszélték vele, 10% leadó, és már is készen van a korabeli pletyka. Na jó, ez azért korrekt. El kell ismerni. Beépítették a sziklába a házat. Ott voltam az előbb fönt. Kíváncsi lennék, hogy ugrottak-e onnan a szikrába, de be a medanciéba. Bár nem hiszem, mert el egy méteresnek tűnik csak. Kilátás is jó. És van még egy medence. Hát azért a konyha az elég hagyományos verzió. Jó, nyilván nem meghagyták eredeti állapotába, és nem csináltak belőle újat. Na, hát egy kis kiülős rész, kis beszélgetős nappal is. Itt is korrekt a kilátás. És akkor innen gyorsan be lehet ugrani a hálószobába, ha megbeszéltétek, hogy ki merre. Egy jó kis háló. Hát mondjuk ennél észjátszósabbat is el tudok képzelni, de mondom, ez a 70-es években épül, és a fürdőszoba. Ott egy kád. És itt a híres neves kártyaszoba, ahol Omar Sharif, legalábbis a legenda szerint, vagy az akkori menő marketingesek szerint, elvesztette egy nap tulajdonlás után azt a házat. Nagyon jók ezek a folyosok oda-vissza, de igazából lakóépületet nagyban még mindig nem láttam, mert hogy lakórészt volt, ez a nyeszlet nappali, meg konyha. De tele van ilyen dizájnos folyosokkal, amelyikben tényleg tök jól néznek ezek ki. De hol laktak? Itt van egy buliszoba, innen jöttem. De hát ez se szoba, mint hogy nyitott. Ami mondjuk elég jól néz ki, egy ilyen barlangba. Hát ez az, hogy nem bevésve vagy vájva, hanem ez ugye így nézett ki, legalábbis elvileg. Azt mondták, hogy minimális átalakítással járt, hogy ezt ide, hogy ezt így kialakítsák. Ez biztos azt jelenti, hogy nem szabad bemenni. Úgyhogy oda föl. Azért elég jó partikat lehetett rendezni. Ott is van még valami felső rész. Szóval ez így jól néz ki. Elég korrekt a ketszú. Azért ezek a kajás részek meg vannak itt csinálva. Ide is ki lehet ülni. Egy kávéra. És itt egy jó kis beltér. Meg egy kavics. Na, ha már erről az oldalról jöttem vissza a kikötőbe a hajóhoz, akkor megmutatom, hogy most hol van a szobám. Megnéztem fölülről, hogy ott van az a kibukkanó izé, és a fölött vagyok, ott a 9-en. Tehát valahol ott vagyok a fehér izé alatt. Most egy kicsit hátul van a szobám, bár egyébként különösebben nem érzem hátrányát. Charlie, I didn't know.